A szeretet nem árt, ezzel a címmel újabb figyelemfelhívó kampányt indítottak a kormánnyal közösen az ökumenikusok, ezzel folytatjuk most a ma reggelt. A segélyszervezet ezúttal a kapcsolati erőszak áldozatait szeretné támogatni, ezért egy új krízisambulancia hálózatot hoztak létre, aminek köszönhetően országszerte már 7 településen tudnak hatékony segítséget nyújtani az érintetteknek. Már is jönnek a további részletek, Barnáéktól parancsolj. Köszönöm szépen, Rácsok Balázs, az ökumenikus segélyszervezet szakértője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A célját hallottuk. Hogyan lesz a gyakorlati megvalósítás? Mert hisz itt elsősorban arra gondolnánk, hogy verbális erőszak van, tetlegesség, szexuális erőszak. Holott az is benne fér, vagy belefér, bocsánat, hogyha valakit csak úgy zaklatnak, és úgy elnyomnak otthon, vagy alsóbbrendűbb szerepet számnak neki. Igen, bár a most induló krízisambulanciáknak pont az lenne a szerepe, hogy minél hamarabb segítséget tudjon nyújtani. Például akkor is, amikor valaki úgy megy haza, hogy a párja azt mondja, hogy add már ide a mobiltelefonodat, hadd nézze meg, hogy ma kiket hívtál. És ez úgy elsőre úgy ebben semmi rossz nincsen. Aztán, ha jobban belegondolunk, akkor lehet, hogy ez az első lépés egy olyan úton, amit meg kellene erőzni. És hogy ezek az ambulanciák, ezek abban tudnak most szerepet vállalni, hogy ide be lehet menni, beszélgetni lehet pszichológussal, jogásszal, szociális munkással. És feladatunk az, hogy egy kicsit hamarabb érjük el az embereket, és hamarabb tudjunk segítséget nyújtani. Tehát akkor a cél itt az lenne, hogy a megelőzésben vállalnak szerepet az ambulanciák? Így van, tehát hogy itt... Érzem, hogy otthon probléma van, szeretnék tanácsot kérni. De fura dolog ez, mert ebben a témában olyan nehezen nyílnak meg az emberek, ami érthető is. Igen, ezért is kapcsoltuk össze a krízisambulancia nyitásait egyfajta kampánnyal is, ahol felhívjuk arra a figyelmet, hogy az erőszaknak semmilyen formája nem elfogadható, és hogy egy kicsikét nézzük meg azt, hogy milyen kapcsolatban vagyunk benne, nézzük meg azt, hogy mi történik körülöttünk, akár a szomszédjainkkal mi történik, és hogyha olyat látunk, ami azt gondoljuk, hogy valamit nem működik teljesen normálisan, akkor merjünk és kérjünk segítséget. Ha mondjuk én a szomszédomban azt hallom, hogy kiabálás van rendszeresen, tányércsörgés, gondolom, hogy nem csomagolnak a vacsorához, hanem épp a falon landolt az étkészlet, akkor én is bemehetek, hogy szerintem a szomszédomban probléma van. Igen, be lehet jönni, kapnak olyan információt, segítséget, hogy ő mit tud tenni szomszédként. Azt gondolom, hogy felelősségünk van abban állampolgárként, hogy ilyenkor akár jelzést is tegyünk, vagy csak oda menjünk a szomszédunkhoz, akár csak egy nagyon kicsike kis kártyával, amire fel van írva pár információ, hogy figyelj, én tudom, hogy nálatok valami nincsen rendben, itt van egy telefonszám, itt van egy e-mail cím, ha tudod, akkor hív fel, illetve ha tudok, akkor segítek neked abban, hogy te tovább tudjál lépni. Be kell jelentkezni, vagy csak bemegyek, becsengetek a fogadási időben és kész? A krízisambulanciákhoz be kell jelentkezni, ugyebár minden régióban van egy krízisambulancia, ehhez van e-mail, illetve telefonszámos elérhetőség, de hogyha valaki bejelentés nélkül érkezik, őt is fogadni fogják a szakemberek. Mennyi embert érinthet ez? Nem tudom. Végeztek ilyen becslést? Hát nagyon nehéz, hogy vannak kutatások ezzel kapcsolatban, ugye nagyon intima ez a történet. Azt mondják, hogy Magyarországon minden ötödik nőt érint a kapcsolaton belül erőszak, de ne felejtsük azt el, hogy ez nem csak nőket, hanem gyerekeket, illetve a férfiakat is érinti. Például a Miskolci krízisambulanciákon, ami már szeptember óta működik, ott közel 20%-os például a férfiaknak a segítség kérése, ami azt gondolom, hogy egy elég nagy szám. Én is azt hiszem, én már egyedére sem gondoltam. Uh-huh. Mi van akkor, mikor kiskorúval, gyermekkel van probléma, ő ugye nem tud bemenni, vagy be tud? Be tud menni a krízisambulanciára, ugyanakkor nagyon fontos, hogy azért van egy gyermekvédelmi hálózat Magyarországon, aki ezt kezeli. Tehát, hogy mi is, amikor mondjuk gyerekbántalmazott érkezik az ambulanciákra, akkor mi is azt szerint a protokoll szerint járunk el, hogy ilyenkor a gyermekjóléti szolgálattal egyeztetünk, óvodát, iskolát vonunk be a megoldási feladatba, mert az fontos, hogy azért a gyereket törvényes képviselő nélkül bár meghallgatni nem lehet, illetve megvannak a megfelelő formák, hogy mit tudunk csinálni akkor, amikor egy gyerek azt jelzi, hogy őt a szülei bántalmazzák. Hát meg lehet, hogy akkor a pedagógusnak az iskolában is érdemes elmondani, és ő szól. Így van, és az ambulanciának az is a feladata, amellett, hogy a bántalmazottakkal foglalkozik, hogy segíti az ellátórendszert. Egyfajta ilyen koordináció szerepet próbál felvállalni.
vállalni. Ugye olyan kapcsolatrendszert építenek ki a krízisambulanciák, hogy lehet azt majd tudni, hogy mit tudom, a kórházba kihez érdemes fordulni, amikor baj van, vagy melyik az a gyermekjogi szolgálató szakértő, aki abban az ügyben kompetens. Hogyha elakad valaki az ő dolgában szakemberként, akkor szintén felhívja a krízisambulanciát, és megpróbálunk segíteni számukra is. Tehát egy speciális szakértőt is felkeresnek, ha a helyzet úgy kívánja meg. Így van, így van. Egyébként, amikor valaki bemegy önökhöz, akkor utána nyomon követik, hogy hogyan alakul a sorsa? Annyira követjük nyomon, amennyire az ügyfél szeretné. Tehát ez amennyire mindig, együttműködő. Amennyire együttműködő, igen. Azért nagyon jó tapasztalataink vannak már most ezekben az ügyekben. Nagyon, nagyon látványosan oldódnak meg helyzetek. Ezt úgy értem, hogy a krízisambulanciánál azt látjuk, hogy nem annyira a krízis helyzet dominál, hanem van egyfajta valamilyen rossz út, amin elindult egy párkapcsolat, és amikor bejön hozzánk például egy olyan nő, aki nem mer nőnek lenni, mert hogy ő otthon pont azért kap, hogy ne öltözzél úgy fel, ne sminkeld ki magad, én ezt nem szeretem. És amikor elkezdünk beszélgetni vele, és önbizalmat kap, megérti azt, hogy ő működhet nőként, hiszen ő szép, ő csinos, és hogy megjelenik tudom, két hét múlva kisminkelten, más ruhában. És akkor megdobban a szívük, hogy ez sikerült megoldani. Igen, igen, így van, és azt mondja, hogy tudja, hogy ebből konfliktusa lesz, de hogy ezt már fel tudja vállalni, mert most már azt érzi, hogy meg tudja magát védeni abban a kapcsolatban, ki tud állni a kapcsolatban az ő érdekei mellett, és ha kell, és ez nem megfelelő, akkor tovább tud lépni. Akkor egy kis bátorítást is adnak neki? Bátorítást, önbizalmat, ugye azért vannak a pszichológusok például a krízisambulanciákban, akik átdolgozzák azokat a elakadásokat, hogy hogyan tudok én erősebb lenni. Olyan előfordul, hogy valaki bemegy önökhöz, elmondja a problémáját, segítenek neki, sikeres, aztán még visszahívják, hogy gyere már be, vagy jöjjön már be, mert van itt egy hasonló probléma. Ha elmondod a tapasztalatodat, akkor lehet, hogy segítesz. Igen, vannak ilyen, úgy szoktuk őket nevezni, hogy hősök, akik tovább tudtak lépni, akik tudtak tenni ellene, és erőt tudnak adni másoknak, és vannak ilyen beszélgetéseink, ilyen csoport beszélgetéseink is, ahol ők elmondják a saját történetüket. Igen, mert ugye, hogy is mondja a latin, hogy similis, similis a gaudet, hasonló a hasonlóra ránevet, lehet, hogy így együtt könnyebb. Így van, így van. Köszönöm, sok sikert! Köszönjük szépen!